Száz éves múlt sója a jelenben címmel egyetemes egyházi lelkész továbbképzőt szervezett a szlovákiai református keresztjén egyház a magyarországi Máiban, a gömöri, az abaújtornai, a zempléni és az ungi egyházmegyékben szolgáló lelkipásztorok számára. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. A háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk. Amen. Nagy jelentősége az, hogy az aktuális problémákról is szót ejtünk, és így információt tudunk átadni, még információkat nyerünk a gyülekezetek életéből is, és hogy találkozunk. Van évente egyszer egy országos továbbképzőnk, azt Berekfürdőn szoktuk tartani, és ősszel pedig a nyugati három nyugati egyházmegyének tartjuk Nagybörzsönybe, és a négy keleti magyar egyházmegyének pedig itt Máiban. Úgyhogy ezek mindig nagyon áldott alkalmak, kellemes találkozások, kellemes esti beszélgetésekkel, és egész nap pedig előadások. A lelkész továbbképzőn számos előadás volt hallható. Somogyi Alfréd, esperes, egyháztörténész, tanszékvezető, a Trianon okozta kényszerhelyzet előzményei és annak következményei a felvidéki reformátusság életére nézve címmel tartott történelmi előadást. Gyakorlatilag az 1920. június 4-én elfogadott és aláírt trianoni békeszerződésnek köszönhető minden, ami ma van az elcsatolt határon túli területeken, így Felvidéken is. A mi egyházunk önállósodása, a szlovákiai református keresztény egyház létrejötte, a jelene mind itt gyökerezik. Valójában 99 évvel ezelőtt a trianoni békediktátumkor meghúzott államhatár három egyházkerületnek az északi részét vágta el, és a csehszlovák állam az akkori református egyházzal szemben néhány feltételt, konkrétan négy feltételt támasztott. Az egyik az volt, hogy alakuljon meg Csehszlovákiában egy önálló református egyház. A másik, hogy a lelkészek és a tanítók, református lelkészek és a református iskolák tanítói a csehszlovák államra tegyenek hűségesküt. A harmadik, hogy a keleti országrészben alakítson ki az egyház egy szlovák nyelvű egyházmegyét. A negyedik pedig, hogy minden kapcsolatot szakítson meg a reformátusság, Csehszlovákiában elő reformátusság, Magyarországgal. Az első három követelés sem volt egyszerű, de ez a negyedik volt a legnagyobb érvágás. És hogyha idézőjelbe teszem a szót, hogy ennek köszönhetően hogyan alakult a református egyház sorsa ebben a 20 évben, hát ennek a minden kapcsolatot megszakítani Magyarországgal feltételnek volt köszönhető. Az 1925-ben Losoncon létrejött teológia, a saját teológiánk, amelyből aztán 1994-ben a Calvin János Teológia Akadémia, 10 évvel később pedig a Sely János Egyetem református teológiai kara nőtt ki, és létezik máig. Hangsúlyozta továbbá, hogy a trianoni döntésnek és ezeknek a feltételeknek a következménye volt, hogy 1935-ben Komáromban megalakult a Református Tanítóképző Intézet, vagyis a kényszerhelyzet a reformátusságot egy sajátos belső szervezeti átalakulásra, szervezkedésre és képletesen szólva két lábra állásra kényszerítette. Az érintett lelkészek helyzetjelentésekben számoltak be a magyarországi támogatásokból megvalósuló beruházásokról. Legaktuálisabb mindközül az óvodafejlesztési program. A lelkész továbbképző a Kulturális és Közművelődési Központtal való közös szervezésben, valamint Magyarország kormányának hathatós támogatásával valósult meg.